Nem engednek a diktatúrának, nem kérnek a menekültekből, és a végsőkig kitartanak. Ezt mondják a martonfaiak a település határába tervezett befogadó táborról. A helyiek egyébként tegnap óta őrszolgálatot látnak el. A település alpolgármestere is folyamatosan kint van a tervezett tábor területén. Azt mondja, felháborító, hogy őket meg sem kérdezték az ügyben. A mi problémánk ez a diktatórikus döntés egyfelől, hogy ezt ma meg lehet csinálni, hogy szombat reggel arra ébredek, fölporszívózok, közben bekapcsolom a gépet, és aztán már a többire nem jutok oda, mert felízik egy gépezet, mert csinálni kell, cselekedni kell. Tehát nem hiszem el, hogy ennek így kell működnie. Csémi Gabriella elmondta, szerintük a terület alkalmatlan arra, hogy oda embereket telepítsenek, ugyanis még a közművek sincsenek kiépítve. Az alpolgármester azt mondta, erőszakkal sem fogják tudni őket eltávolítani a területről, kitartanak a végsőkig, folyamatos az őrség a helyiek által épített sátortáborban. Akik itt vannak, azok tudják, kiket kell értesíteni, ha valami történik, akkor jövünk, akkor ott hagyunk mindent és jövünk. Martonfa polgármestere kedden találkozik Pogácsás Tiborral, a belügyminisztérium önkormányzati államtitkárával, aki akkor fog hivatalos tájékoztatást adni a település első emberének a tervezett táborral kapcsolatban.